Én ahhoz a generációhoz tartozok, akinek aktív élménye szintén nincs a rendszerváltoztatás tekintetében. Papíron van még ugyan róla, hogy van némi közöm az előző rendszerhez, mert 89. szeptemberében születtem, tehát a születési anyakönyvemben még ott van a Kádár címer, de ennél többről már én sem tudok beszámolni. Balogh Gábor, a Terrorháza Múzeum történésze nyitotta meg a tárlatot. Elmondta, hogy a diktatúra történetén kívül bemutatásra kerültek azon antikommunista forradalmak, melyeknek célja a szovjet uralom megszüntetése volt Európa országaiban. A 30 éve szabadon című kiállítás eredetie 2019. június 16-án nyílt meg a Terrorháza Múzeum előtt az Andrássy úti sétányon, az apropója pedig Nagy Imre és Mártír társai újratemetésének a 30. évfordulója volt. Egyben ez a nap volt 2019-ben a 30 éve szabadon című emlékév megemlékezés sorozatának a kezdete, a nyitánya is. Az a kiállítás, amelyet ma elhoztunk ide Bonyhádra, most már a nagyon sokadik állomásán van itt a Tolna megyei városban, hiszen az első szakaszban, ha fogalmazhatok, így bejártuk Magyarország megyei jogú városait, megyeszékhelyeit, jártunk a kiállítással Brüsszelben, Varsóban, jó néhány európai nagyvárosban, felkerestük a határon túli magyar településeket, például Kolozsvárot, vagy éppen Komáromban is jártunk vele, és most döntöttünk úgy, hogy nem csak ezeken a nagyobb településeken, hanem hazánk, tehát mindenek előtt Magyarország közepes, illetve kisebb városaiba is eljuttatjuk ezt a kiállítást. Abban a történelmi eseményben, amelyet mi rendszerváltoztatásnak nevezünk, Magyarország és a térség többi országa is visszaszerezte a szabadságát és a függetlenségét. Természetesen ezt a történetet is el kellett kezdeni, valahonnan nem lehetett belecsapni a közepébe, és mivel elsősorban a fiatalokat is szeretnénk megszólítani, azért természetesen elmondtuk, elmeséltük azt a történetet, hogy honnan indult Magyarország, honnan indultak a térség országai, és hogyan jutottak el 1989-90-ig. Ez a történet tehát tulajdonképpen, ahogy a táblókon is láthatjuk, a II. Világháború utolsó két esztendőjével 1944-45-tel ér véget, ekkor Magyarország és a térség országai szovjet megszállás alá kerülnek, és bár sokan azt hiszik, hogy ez a megszállás csak ideiglenes jellegű lesz, de végül is, hát mi már tudjuk nagyon jól, ha más nem a történelem könyvekből, hogy több mint 45 évig tartott. Magyarországról az utolsó szovjet katona 1991 nyarán távozott el. Hiába a megszállás, hiába a terror, a térségben élő emberek nem felejtették el a szabadság ízét, sőt, továbbadták ezt az utódjaiknak, tehát mindig volt, aki továbbvitte a stafétát. Ennek köszönhető az, hogy 1988-89-ben, amikor megteremtődtek a szabadság és a függetlenség lehetőségei, itt Közép-Európában is voltak olyanok, akik hajlandóak voltak ezért tenni. Nagyon sokan voltak olyanok, több százezer, akik utcára vonultak ennek érdekében, és így végül is sikerült egy, hogy úgy mondjam, közös sikergyanánt kivívni ezt a szabadságot és függetlenséget. A kiállítás második nagy egysége tulajdonképpen ezt a néhány éves terminust mutatja be, az utolsó rész pedig azokat az eredményeket részletezi, amelyeket azóta elértünk. Itt kettőt emeltünk ki, egyrészt az 1999-es NATO csatlakozásunkat, másrészt pedig 2004-es Európai Unióhoz való csatlakozásunkat. Tömören, röviden ez az az ív, amelyet felölel a kiállítás. Hozzátette, a látogatók a kiállítás egységességét szeretik a legjobban, mely átfogó képet ad a rendszerváltás időszakáról. Ezáltal az idősebb korosztály saját életével és tapasztalataival vetheti össze a látottakat, a fiatalabbak számára pedig betekintést nyújthat egy olyan korba, ami csak pár oldalon jelenik meg a történelemkönyvekben, vagy az otthoni elbeszélések alapján ismerhetnek. A fiataloknak nyilvánvalóan ezek a tablók valószínűleg sok újat mondanak, hiszen a rendszerváltoztatás története az ma már csak néhány oldal a történelemkönyvekből, és akkor lehet, hogy sokat mondtam, lehet, hogy csak néhány bekezdés. Úgyhogy számukra én úgy gondolom, hogy tud ez újat mondani, nem csak a kiállítás, de a megnyitón elhangzó gondolatok és maga a műsor is, amely utána következik. Ugyanakkor azok számára, akik megélték ezeket az eseményeket, hát akár a nosztalgia faktort is kielégítheti, ha szabad így fogalmaznom, de egyébként én úgy gondolom, hogy mindenki számára tud új információt kapni, aki nyitott elmével áll neki ennek a kiállításnak. Azt mondja, hogy lesz.
A történelmi előadás után egy zenés, irodalmi esten vehettek részt a nézők, melyben versbetétekkel színesített zenei elemek hangzottak el, amik a korszak hangulatát idézték.